pár helyiek látások kötelezőt. Vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyváltások kötelező. A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak. Kérjük kedves utasainkat, hogy utastársaik testi épségének védelme érdekében a személykocsik ajtajait csukják be. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyváltások kötelező. A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak. Kérjük kedves utasainkat, hogy utastársaik testi épségének védelme érdekében a személykocsik ajtajait csukják be. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Személyvonat indul Győrbe a negyedik vágányról. Vonat minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyváltások kötelező. A nyitott kocsiajtók balesetet okozhatnak. Kérjük kedves utasainkat, hogy utastársaik testi épségének védelme érdekében a személykocsik ajtajait csukják be. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Citadella nemzetközi Intercity vonat érkezik Ljubljana felől a harmadik vágányra, és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. A vonat csak Hétfürdő, Bárpalota, Székesfehérvár és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Vonat elején kijelölt kocsiba helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása 421-es számmal a vonat végén kezdődik. A vonat végén lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe utazásra. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Vágány mellett kérjük vigyázzanak! Citadella nemzetközi Intercity vonat érkezik Ljubljana felől a harmadik vágányra, és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. A vonat csak Hétfürdő, Bárpalota, Székesfehérvár és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Vonat elején kijelölt kocsiba helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása 421-es számmal a vonat végén kezdődik. A vonat végén lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe utazásra. Kerékpárszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Vágány mellett kérjük vigyázzanak! A nemzetközi Intercity vonat érkezett Ljubljana felől a harmadik vágányra, és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. Veszprém állomás, köszöntjük kedves utasainkat!
Zalaúk, Zalabér, Bagyka és Zalaszent Iván állomásokon áll meg. Vonat végén kijelölt kocsiba helyjegyváltása kötelező. A 20-as számú kocsi a vonat végén található. A vonat elején lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe utazásra. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan zárulnak. Kedvelem, kérjük, vigyázzanak! Pályaudvarra 16 óra 32 perckor a 6. vágányról. Vonatcsap, Hajmáskér, Öskü, Hétfürdő, Várpalota, Székesfehérvár és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Vonat elején kijelölt kocsiba helyjegyváltása kötelező. A 20-as számú kocsi a vonat elején található. A vonat végén lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe utazásra. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Egy mellett kérjük, vigyázzanak! Bakony Intercity vonat indul Budapest déli pályaudvarra. 16 óra, 32 perckor, a 6. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltások kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Egy mellett kérjük, vigyázzanak! Bakony Intercity vonat indul Budapest déli pályaudvarra 16 óra 32 perckor a 6. vágányról. Vonatcsap, Hajmáskér, Öskü, Hétfürdő, Várpalota, Székesfehérvár és Budapest Kelenföld állomásokon áll meg. Vonat elején kijelölt kocsiba helyjegyváltása kötelező. A 20-as számú kocsi a vonat elején található. A vonat végén lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetők igénybe utazásra. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Egy mellett kérjük, vigyázzanak!
vágányra. Veszprém állomás, Veszprém állomás. Köszöntjük kedves utasainkat! Személyvonat érkezik Győr felől a 6. vágányra. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Személyvonat érkezik Győr felől a 6. vágányra. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Intercity vonat érkezik Szombathely felől a 6. vágányra, és indul tovább 18 óra 32 perckor Budapest déli pályaudvarra. A vonat csak Hajmáskér, Öskür, Ittfürdő, Várpalota, Székesfehérvár és Budapest kelet-föld állomásokon áll meg. Vonat elején kijelölt kocsiba helyjegy váltása kötelező. A 20-as számú kocsi a vonat elején található. A vonat végén lévő kocsi helyjegy váltása nélkül vehetik igénybe utazásra. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltások kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan zárultak. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! A Budapest déli pályaudvarra közlekedő Bakony Intercity vonat azonnal indul a 6. vágányról. Vágány mellett kérjük, vigyázzanak!
tovább Szombathelyre. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!
János háza, Uk, Zalavér, Bagyfa és Zala Szent Iván állomásokon áll meg. Van a végén kijelölt kocsiban helyjegyváltása kötelező. A 20-as számú kocsija a vonat végén található. A vonat elején lévő kocsik helyjegyváltása nélkül vehetik igénybe utazásra. Felszállítás esetén kerékpár helyjegyváltása kötelező. Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan záródnak. Meg mellett kérjük, vigyázzanak! Bakony Intercity vonat érkezik Szombathely felől a 6. vágányra, és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!